Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól jogellenesen visszaigényelt állami támogatásokkal kapcsolatos ügy tavaly novemberben indult a Nemzeti Védelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése alapján. Azóta országos léptékűvé nőtt a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos költségvetési csalások ügye. Így több megyében, így Baranyában, Csongrád-Csanádban, Győr-Moson-Sopronban és Hajdú-Biharban is folyik büntető eljárás. Az itt megalakult nyomozócsoportok a KRNNI-nél folyó büntető eljárással párhuzamosan az MBSZ aktív közreműködésével vizsgálják a gazdasági társaság által elkövetett költségvetést károsító bűncselekményeket. A Hajdú-Bihari nyomozócsoport egy békéscsabai cég ügyében nyomoz, amely gyógyászati segédeszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Ügyvezető igazgatója 2018 és 2022 között többszintű, pénzügyi függőségen alapuló hálózat működtetésére használta vállalkozását, melynek célja a NEAK minél nagyobb állami támogatásának visszaigénylése volt. Ezek többsége azonban felhatalmazás nélkül történt, ehhez hierarchikusan felépített rendszerre volt szükség, amelyben a tagok mindegyike vállalta, hogy anyagi haszon fejében részt vesz az illegális üzletben. A társaság területi képviselői szervezték meg a különböző idős otthonok lakóinak orvosi vizsgálatait, melyre ortopéd szakorvosokat hívtak meg. Az érintettek egészségi állapotától függetlenül pedig gyógyászati segédeszközt írtak fel számukra. Az állami egészségügyi ellátásban részesülőknek még a törvényi önrészt sem, vagy annak csak a töredékét kellett fizetniük. Ezek többsége C2 ortopéd cipő, Boston gerinkortézis és ülőfűző volt. A készülékeket általában rossz minőségben gyártották és adták át az érintetteknek. Míg cég a termékek után visszaigényelte támogatási összegeket. E békéscsabai cég esetében az 5 év alatt jogellenesen visszaigényelt összeg meghaladta az 1 milliárd forintot. E hálózat felszámolására Hajdú-Bihari nyomozók március 28-án az MBSZ, a Készenléti Rendőrség és KRNI bevonásával, mintegy 70 rendőr részvételével összehangolt akciót szerveztek. Ezzel egy időben 7 helyszínen tartottak házkutatást, és 5 elkövetőt fogtak el. A békéscsabai cég ügyvezetője, 2 ügyintéző, a céghez kötődő nagykőrösi orvos és asszisztense. Mind az 5 nőt jelentős értékű, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsították meg, majd mindegyiküket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Az akcióban részt vettek KRNI vagyonvisszaszerzési iroda nyomozói is, akik vagyonvisszaszerzési eljárás keretében több mint 332 millió forint értékben zároltak számlákat, valamint gyanúsítottaktól és hozzájuk köthető cégektől különböző vagyontárgyakat foglaltak le. Köztük volt 2 ingatlan, 20 autó és 1 milliós értékű elektromos kerékpár. A debreceni nyomozócsoport természetesen vizsgálja, hogy cég milyen orvosokkal érintkezhetett még, így elképzelhető, hogy a jövőben még több letartóztatásra és gyanúsításra kerül sor, adta hírül polisz.hu.